Üdvözlöm Önöket! Önök a Kultúrszobát látják, Delik Hinga vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Sokan vannak és példaértékűen éltek és alkottak a cigányság hősei. Óvodatörténeti és néprajzi gyűjtemény lengyelen. Megváltoztak az esküvői szokások. 2 év után újra szólt a jazz. Ha hősökről van szó, szinte sose kerül elő a származás kérdése, pedig számarányát tekintve a cigányság jelentősen hozzájárult a magyar szabadság kivívásához 1956-ban és a rendszerváltást követően is. Róluk szól az a kiállítás, melynek a Vosinszky-Mór megyei múzeum adott otthont. A tárlókon a magyar cigányság olyan alakjai jelennek meg, akik életükkel példaként szolgáltak. Sokukat nem is ismerik. Vannak, akikről már hallottunk, és vannak, akik népszerűek, és többen már a világot is elkápráztatták tudásukkal, művészetükkel. Hősök, akik életüket áldozták a magyar szabadságért, és hősök, akik csak tették a dolgukat a mindennapokban. Iskolát, óvodát építettek, kultúrát terjesztettek, szórakoztatták a közönséget. Egy közös vonásuk van, származásuk szerint cigányok. Csak az utóbbi néhány évben kezdték kutatni a romák szerepét és részvételét az 56-os forradalom és szabadságharcban. Az elfeledett hétköznapi hősök nevei immár megismerhetőek, plakátok, kisfilmek is készülnek a halálra ítéltekről. Az Együtt Szabadon magyar cigány hősök kiállítást, ez egy rendezvénysorozat, ezt a Terrorháza Múzeum szervezi. A tágabb keret, a tágabb perspektíva az a 30 éve Szabadon rendezvénysorozat, amelyik a rendszerváltoztatás évéről szól, a 89-es, 90-es, 91-es eseményekről, egészen az utolsó szovjet katona kivonulásáig. Ez a kiállítás, amelyiket most megtekinthetnek a érdeklődők Szekszárdon is, ennek az a lényege, hogy megmutatjuk a közösségnek, az egész szekszárdi közösségnek, romáknak és nem romáknak egyaránt, hogy kik azok a közös hőseink, akikre mi felnézhetünk Magyarországon. Ugyanis azt tudni kell, hogy amikor kemény helyzetek voltak Magyarországon, akkor a romák a számarányukhoz képest nagyobb arányban reprezentálták magukat, például a kommunisták elleni harcban az 56-os felkelés idején. Nem feltétlenül van emögött rossz indulat valakinek, egész egyszerűen nem látszik, hiszen vannak fehérbőrű romák, nem lehet mindenkiről tudni ránézés alapján. Viszont hogyha valaki ezzel foglalkozik, ezzel a témával alaposan, és megnézi, hogy honnan származnak ezek az emberek, milyen környezetből, akkor bizony kiderül, hogy Újpesten is voltak a felkelők között, illetve az országnak több más területén is. Ha megengedi, akkor például a Szabó Ilonát megemlíteném, aki 17 éves volt a harcok idején, és 4 hónapos terhes volt, amikor elesett a harcokban. A bátor lány fiatalkora ellenére komoly feladattal látták el. A Korvin közben, mint parancsnok került, és szárny alá kapott 6 fiút is. Ott volt vele Dilinko Gábor is, Bizsú, aki az élettársa volt a lánynak. Ilonka október 28-án kapott halálos lövést, nem messze a Práter közben. Csak a kórházban derült ki, hogy akkor már 4 hónapos terhes volt. A lányt Kocosnak becézték, és ma is emlékműőrzi nevét a Korvin közben. De 56 hősei mellett a tárlókon olyan emberek képei is megtalálhatók, akik békében szolgálták a romák felemelkedésének ügyét, vagy egyszerűen egy lakóközösség mindennapjaiért dolgoztak. Van óvodalapító, óvónő, iskola alapító. Tehát olyan emberek, akikre azt mondanánk, hogy civilek, civil hősök, akik azáltal lettek nagy emberek, hogy a munkájukat a saját hatáskörükben jól végezték el. Nem feltétlenül voltak ők abban az értelme hősök, mindegyik, hogy fegyvert ragadott. A mindennapok hősei így van, és őket is meg kell mutatni az embereknek, mert ők azok, akikből ténylegesen a jó példa lesz a hétköznapi életben. Háborús helyzetre is kellenek jó hősök, jó példaképek, de alapvetően, hála Istennek, Magyarországon béke van, ezért olyan embereket kell megismernünk, akik a naponta azt a 10-12 órányi munkát kőkeményen elvégezték hivatásszerűen, és segítettek élhetőbbé tenni ezt az országot. És ne feledkezzünk el azokról, akik muzsikájukkal felemelő pillanatokat okoztak a hallgatóságnak.
Itt van példaként a kiállításon fellépő Kökény Tamás, aki a Virtuózok című zenei tehetségkutatón került a Rivaldal fénybe, és azóta a világszámos koncerttermében adatott más sikert. Nekem az egyik személyes kedvencem Cifra György, mert én is zongoráztam 9 évig, ezért nyilván én hozzám a zenészek közelebb állnak, és a zenészeken belül is, akik kifejezetten klasszikus zenét játszottak. Hát Cifra Györgynek eléggé aktív politikai szerepvállalása volt. 1956. október 22-én este a Zeneakadémián játszott Bartókot, aminek volt egy nagyon erős szimbolikus üzenete, óriási sikere volt, de hát megemlíthetném a Szakcsillaghatós urat, még élők között, és hát vannak olyanok, akik sajnos már az elmúlt évek során eltávoztak a körünkből, kiváló cigány zenészek, mint például a Pege Aladár, vagy a Babos Gyula, ezek remek nemzetközi hírű muzsikusok voltak. A magyarországi romák körében sem kellően ismertek a hőseik. Nagyon fontos, hogy ne csak a ilyen kérészéltű popzenészeket ismerjék és szeressék a magyarországi romák, hanem vegyék észre azt, hogy vannak azért nekünk eléggé komoly muzsikusaink is. Ugye a Kökény úr, aki most jó úton van a felé, hogy beírja magát a magyar zenetörténetbe, sőt, hogyha kitartóan szorgalmasan dolgozik, és nem hagyja, hogy elcsábítsa őt ez a talmi világ, ez a pénzközpontú világ, hanem szorgalmasan gyakorol, ügyes, akkor a eddigi sikereit is még meg tudja duplázni, triplázni. Nagyon fontos, hogy a romák is megismerjék, kik azok a roma származású emberek ma Magyarországon, akik sokat tettek, letettek valamit az asztalra, és akik a közösségnek a javát szolgálják. Az év Tolna megyei civil szervezete elismerést kapta meg a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány. Fábián Andrásné, a kuratórium elnöke, gyémán diplomás óvónő egész pályafutása alatt nagy lelkesedéssel és elhivatottsággal gyűjtötte, és hozta létre azt a néprajzi és óvoda történeti kiállítást, ami a mai napig látható a község egykori iskolájában. Bábok, kis székek, építőkockák, babák, ezek mind láthatóak a lengyeli óvoda történeti múzeumban, betekintést engedve a sok-sok évtizeddel ezelőtti óvodák életébe. Általuk láthatjuk, hogy annó szüleink, nagyszüleink milyen játékokkal játszottak, milyen közegben töltötték óvis napjaikat. Varga Istvánné mesélt az első lengyeli óvoda alapításáról, a gyűjteményben láthatott tárgyakról és Fábián Andrásnéről, Teri óvonéniről, akinek hatalmas szerepe volt abban, hogy ez a tárlat megtekinthető legyen a mai generáció számára. Fábián Andrásné, Bíró Terész, tehát a mi óvonénink 1955-ben került ide óvonőnek, gyakornoknak, és szinte azóta kezdte el gyűjteni az anyagot. Természetesen az első óvoda itt az Aponyi Sándor nevéhez fűződik. Ő alapította a régi kastélyába az első kisded óvóintézményt, még így is hívta. A felesége, Eszterházi Alexandra, nagyon szerette a gyerekeket. És amikor előfordult, hogy egy családban árván maradt a gyerek, vagy egész pici gyerek volt, akkor a grófnő csecsemő otthont is létesített lent az óvodánál, utána felvitte a gyerekeket a kastélyba, tehát ott tartotta. Ha körülnézünk itt mindjárt, akkor látjuk, hogy azt hiszem Brunswick Teréz nevét is érdemes megemlíteni, az első óvóképző. Vagy itt a gyűjteményben megtaláljuk például azoknak az óvónőknek a nevét és munkásságát, van akinek több anyagot, van ahol kevesebbet, akik itt töltötték az évüket. Az első óvónéninek a sírja a lengyeli temetőbe található, tehát az megvan. Amikor a Teri óvónéni, tehát hadd mondjam így, átvette a feladatot, akkor ő mindent megtett azért, hogy szinte mindenkit ismert a faluba, és minden apró kis gyűjteményt összegyűjtött. Teri néni nem csak az óvodákkal kapcsolatos kellékeket gyűjtötte, hanem a községben élő német és székely lakosságnál fellelhető régi használati tárgyakat, ruhákat, szőtteseket is megőrizte az utókor számára.
1988-ban hozták létre a Székely és Németh szobát, ahol a mai napig megtekinthetőek ezek az emlékek, majd később 1995-ben az egykori iskola épületében nyitotta meg kapuit az óvodatörténeti gyűjtemény. Sok munkába került, mire ezeket így időrendbe lehetett szedni, meg nagyon jól ismerte az embereket, és ha azt mondom, hogy a falu óvónénie volt, akkor őt is ismerte mindenki, és akármit kért, na rengeteg segítséget kapott. Tehát segítettek, odaadták a régi olyan emlékeket, fényképeket, ruhákat, vagy ami volt, vagy elmesélték, és ezekből a gyűjteményekből alakult ki végül is ez a kiállítás. Tudni kell, hogy a Teri óvónéni működtetett egy székely és egy német dal kört is, ahol énekeltek, megtanulták egymás énekeit, és különböző szép eredményeket értek el ezzel. Erről is van itt tanúsítvány, tehát meg lehet nézni, még országosan is értek el eredményt. A másik, ami nagyon lehet, hogy majd meglepő, hogy rengeteg olyan apróságot gyűjtött össze, amit az óvónénik készítettek, tehát szemléltető eszközöket. Itt, ha körben megnézünk, akkor tiszta mese minden. Vagy például azokat a játékokat, amelyekkel régen játszottak a gyerekek, szívesen játszottak. Vagy például az, hogy már báboztak is a gyerekeknek. És ezek a bábok is itt vannak. Jó, van, amelyik nem olyan állapotban, de nagyon szép, össze van gyűjtve. Ha megnézzük, akkor a foglalkozási eszközök is a legaprólékosabban találhatók itt. Teri néni lengyelre kerülése óta szívén viseli a község néprajzi értékeinek, szellemi és tárgyi emlékeinek gyűjtését és közkincsétételét. 1955. július 1-én kezdte meg óvodapedagógusi pályafutását, és 1992-ig nyugdíjba vonulásaig nevelte, gardírozta a keze alatt felnövő gyerekeket, és közben gyűjtött és gazdagította a néprajzi és az óvodatörténeti kiállítást. A lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány kuratóriumának elnökeként is évekig aktívan tevékenykedett. Elmondta, hogy az értékek ápolását és megőrzését még gyerekkorából hozta. Láttam gyermekkoromban, ahogy édesanyám ápolta a szép, tiszta szobában a régi, gyönyörű vetett ágyat, a szép rokolyákat, és ez annyira a szívembe és a lelkembe élt, hogy mikor lengyel községbe kerültem, virágzó kultúrát találtam, gyönyörű, szép programokkal gazdagodott az egész falu, minden héten voltak foglalkozások, tánc volt, én magamat fölkértek, hogy bábszínházat indítsak, és örömmel tettem, és láttam, hogy lelkesen énekelnek, és a családlátogatás alkalmával viszont észrevettem, hogy a gyönyörű, szép, értékes tárgyak, ami a lakást díszítette, kikerültek a lakásból. Az utcán, az udvaron a gyerekek hancúroztak rajta, szép szőtteseken, kézimunkákon, és akkor elhatároztam, hogy összegyűjtöm őket. Dobozokba raktam, nagyon sokáig nem kapott lehetőséget, hogy bemutathassam. De 1988-ban az óvoda 100 éves évfordulójára rendezett ünnepélyen sikerült a kultúrháznak két termében fölállítani a néprajzi, széke és a német anyagot. Az óvoda történeti gyűjtemény az meg úgy született, hogy csodálatos, nagymúltú óvodába kerültem, és az óvonénik megőrizték egymásnak az óvoda történeti anyagait, és így én nekem csokorba kötés volt a feladatom, amelyet 1995-ben sikerült. Nagyon tudtam örülni neki, hogy ilyen aranyos óvonénik voltak, és mostan gazdagítja a lengyeli óvoda történetét, és nagyon bővült
az országos óvoda történetével. 2007 óta minden év február 1-én a civilek napja alkalmából a Tolna megyei önkormányzat elismeri a megyében tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző civil szervezeteket. Ezen alkalomból adták át az év Tolna megyei civil szervezete elismeréseket. Ezt a díjat kapta meg a lengyeli óvodai és néprajzi gyűjteményekért alapítvány is, ami amellett, hogy létrehozta a néprajzi és óvoda történeti kiállítást, még számos más hasznos tevékenységet is végzett az évek során. Kórust működtetett, megemlékezéseket, ünnepségeket és fesztiválokat is szervezett, ezzel is színesítve lengyel község életét. A járványhelyzet nem kímélte az esküvői part sem. Az elmúlt két évben átalakultak az esküvői szokások, a kisebb létszámú lakodalmak kerültek előtérbe. A szombati nap mellett hangsúlyt kaptak a pénteki és a vasárnapi esküvők, de már a hétköznapi szertartás sem ritka. Stábunk egy esküvő kiállításon járt. Házasulandó párok, hozzátartozók kóstolják a süteményeket, tortákat egy esküvő kiállításon. Hamarosan kezdődik az esküvő szezon. A pandémia alaposan átrendezte az elmúlt két évben a szokásokat, hiszen jellemzően kisebb létszámú lakodalmakat szerveznek. A szombati nap mellett hangsúlyt kapnak a pénteki vagy a vasárnapi esküvők, de már a hétköznapi szertartás sem ritka. 1984-ben kezdtem Dunaújvárosban, a Dunaújvárosi Vasastáncétesben néptáncolni. Aztán onnantól egészen hosszú út vezetett odáig, míg 1999-ben a Dunaújvárosi Bartók Színházban, a Bartók Táncszínház alapító tagja lettem. Hát onnantól kezdve aztán az életem a színpadon telt, még nem aztán 2013-14 környékén nyugdíjaztak, és akkor rengeteg energia és erő szabadult fel bennem. Hát a beszélőkémmel sose volt probléma, és egy hatalmas nagy kapcsolati tőkém is kialakult a színházas évek alatt, és akkor belefogtam egy kicsit, egy színházon belüli lakodalom volt, ahova felkértek, hogy akkor én vigyem a hangulatot, és akkor hát onnantól egy egyenes út volt, nem volt lehetőség kimaradni belőle, híre ment a dolognak, és hála Istennek a mai napig már több mint 220 lagzin vagyok túl. Meglepetés erejével ért mindenkit ez a világjárvány. Hát ketté kell választani a dolgot, ugye volt egy időszak, amikor az ifjú párokba kellett tartani a lelket, hogy már pedig meg lesz az a lagzi, már pedig ki fogunk tartani. Hát volt, aki sajnos feladta, vagy más időpontra helyezte a lagziát, de hát azt mondom, hogy aki kitartott, ők mind-mind jól jöttek. Tökéletes. Nagyon szépen köszönöm. Ami egy érdekes dolog, hogy hát egy kicsit a lagzik létszáma az visszaesett, tehát a 140-150 fős lagzik voltak Dunaújváros környékén a jellemzőek, most ezek visszaestek ilyen 80, legfeljebb 100 fősre, és ami még érdekes, hogy nagyon sokszor van az, hogy a szertartásra jóval többen vannak meghívva, mint akik utána már a közös családi ünneplésen is részt vesznek. Ez egy roppant érdekes dolog, hogy ez a fránya koronavírus, ez hála Istennek nyárra eltűnik, és a téli időszakra visszajön. Hát furcsa, mert ugye régen azért mindig megvolt decemberben, januárban, kötődik fontos eseményekhez is, családi eseményekhez egy ilyen lagzi, például valakinek a szülinapja, vagy mikor ismerkedtek meg, tehát vannak ilyen kultikus időpontok, amihez ragaszkodtak a párok. Hát most úgy tűnik, hogy általában ilyen áprilisban, legalábbis én úgy látom, hogy április környékén kezdődik el a lagzi szezon, és egészen október közepéig tart. Most már nem csak a szombatok, amik mennek, hanem a pénteki lagzik is nagyon szép számba, tehát nekem az idei évre már az összes péntekem is be van táblázva, de hallottam már arról, hogy szerdára is vállalnak. Szerintem minden időpontban, hogyha jól meg van szervezve és jól van lekoordinálva, akkor helytálló egy jó lagzi. A házasulandók leginkább a szabadtéri és a vidéki szertartásokhoz ragaszkodnak, akár csak ez az ifjú pár. Gergely Boglárka és Barocsai Bence júniusra tervezik a nagy napot. Így 4,5 éve ismerik egymást, és hát durván ilyen 9 hónapja vagyunk úgymond egyben, és az esküvőt azt ilyen nyár vége, ősz elején kezdtük el tervezni. Ilyen kisebb lagzit terveztünk, de szerintem 70 fővel már úgy egész jót fogunk mulatni. Hát nagynak még nem mondható szerintem, de a kicsit már túlnőtte. Igen. Ez a 70 fő. Ilyen közepes. És klasszikus, tehát a élőzenével, magyaros ételekkel, tehát szerintem ez a klasszikus vidéki
lagzit tervezünk. Mindketten egyébként vidékiek vagyunk, és hát úgy hozta az élet, hogy felköltöztünk a nagyvárosba, vagyis ahhoz közel, viszont azt tudtuk, hogy mindenképp valami kis családiasabb környezetben szeretnénk tartani az esküvőnket. A legújabb módi, hogy a házasulandók számára esküvőkiállítást szerveznek, főként tél végén, hisz tavasszal már igencsak felpörögnek az események. Annyira nagy igény mutatkozott rá, ezért elkezdtünk ezzel komolyabban foglalkozni, és úgy gondolom a mai kornak megfelelően muszáj valahol egy kicsit megmutatni, főleg megmondom őszintén a helyi fiataloknak, hogy nem kell elutazni 100 kilométereket, itt helyben is nagyon jó lehetőségek vannak. Mindenki állítunk egyébként környékbeli, próbáltuk úgy összeválogatni, hogy a helyieket próbáljuk meg támogatni. Az esküvő kiállításon a menyasszony és a vőlegény, valamint az örömszülők számos ötletekkel, tapasztalattal gazdagodhatnak. A környék jazz kedvelői azon is lemérhették a Covid-járvány visszaszorulását, hogy a szokásoknak megfelelően február végén színpadra állt a Szekszárdi Big Band. A koncertre érkezők tapasztalhatták, a zenekar nem tétlenkedett a bezártság ideje alatt sem, és az új zeneszámok mellett idén új szólistákkal is meglepték a közönséget. Több mint 4 évtized telt el úgy, hogy Szekszárdon a tél végét, a tavasz beköszöntét az időjárás változás mellett a Szekszárd Big Band éves koncertje is jelezte. A jazz rajongók népes tábora ez alatt az idő alatt számos ismert muzsikussal is találkozhatott, elég csak ehelyütt László Bordizsát, Charlie-t vagy Rudán Joe-t emlegetni. Az évtizedek alatt kialakult, milyen zeneszámok nem hiányozhattak a repertoárból, és persze az is kérdés, mit talál ki Pece István, amivel meglepheti a közönséget. Aztán jött a koronavírus, és mint sok mindent, ezt is átírt. Eltelt 2 esztendő úgy, hogy a Big Band csak a próbateremben létezett, no meg a világhálón, mert hát a közösséggel mégiscsak tartani kell valahogy a kapcsolatot. És aztán elérkezett a már megszokott időpont, és rutin ide vagy oda, a muzsikusok nagyobb izgalommal készültek, és újra felcsendülhettek a már jól ismert dallamok. Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én, azután ment minden... A zenekarnak is rendkívül fontos az, hogy ne csak próba legyen, hanem föllépés is, de a kattintások számából és a lájkok számából is látjuk, hogy elég sokan nézték a Facebook oldalunkat, elég sokan néztek bennünket a YouTube-on, és hát a közönség visszajelzéséből is tudjuk, hogy hiányoltak bennünket. Hát egy kicsit izgalommal, mert ilyenkor mindig izgalommal teli tulajdonképpen az egész napunk, mert hogy egy kicsit megváltozott a világ. Ma már nem olyan, mint 30-40 évvel ezelőtt volt, hogy ha Big Band hangverseny volt, akkor aznap nem kellett menni dolgozni. Most kell. Hát a világváltozást nem lehet megállítani, és valóban, ami a rendszerváltás előtt még bevett szokás volt, az mára már idejét múlt. Hogy jól van ez így, mindenki eldöntheti saját maga. Hogy a 2 év kihagyás mit okozott a nézők sorában, az a koncert előtt mindig kérdés. Van-e egy sok évtizedes múltra visszatekintő zenekarnak akkora vonzása, amely legyőzi a félelmet? Látjuk, hogy az emberek egy része rettentesen fél, és azt is látjuk, hogy az emberek másik része meg rettentesen bátor. Azt tudom, hogy nagyon várjuk, hogy játszhassunk. Azt a közönségnek a bátrabb részén érezni, hogy nagyon várják, hogy ez a közösségi élmény, előtt a büfével beszélgetünk, a zenekart meg utána megkritizáljuk, művészeti vezetőnek is bátran megmondja, és megmondhatja bárki a véleményét, meg is szokták mondani. A recept az évek alatt kialakult, hogy a közönség jó szájízzel távozzon a koncertteremből. Próbálom mindig úgy összeállítani a műsort, hogy legyenek benne 5-2-3 régi szám. Mindig van friss új szám, most lesz 2 új szólistánk is,
és hát mindig próbálok geget, meg poénokat is beépíteni a műsorba, ami megint csak olyan, hogy azt gondolom, hogy megosztom, mert van, akinek nagyon tetszett, van, akinek meg esetleg nem, de hát mi mindig azzal a szándékkal csináljuk, hogy ha lehet, akkor tetszen a közönségnek. Az idei vendégek sorában volt a harmonikás Kémindi Tamás, aki visszatérő a Big Band színpadán. Lévén Pece István is sokat tesz a hangszer népszerűsítése érdekében. És itt volt Nárai Erika színésznő, aki számára nem ismeretlen a jazz világa, no is a színész énekes Magyar Bálint is. A zene az egyfajta lelki szükséglet, és egy olyan lelki töltődést ad, amilyet semmilyen más dolog nem ad meg. Az, hogy a zene évezredek óta velünk van, és úgy tűnik, hogy még velünk is lesz, ez nyilván egy meghatározó dolog, és azt jelenti, hogy szükség van rá. Ezt mi magunkon is érezzük, és a közönségen is érezzük. Azt gondoljuk, hogyha ma este sikerül egy jó hangverset csinálnunk és örömet okoznunk a hangversen látogató közönségnek, akkor azzal egy nagy lépést tettünk előre. Nos, idén sem kellett attól félni, hogy az üres terem miatt romlana a Babits Színház termének akusztikája. A Big Band láthatóan még vonzó a jazz szeretők táborában, legalábbis annyira biztosan, hogy a zenéjükért sokan félretették félelmüket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!